Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégem Szabó Balázs, zenetörténész, zenekritikus, református egyházzenész, a Széchenyi István Egyetem művészeti karának egyetemi docense, doktor Szabó Balázs. Javítom magam. Szervusz. Szervusz, köszöntöm én is a nézőket. A beszélgetésünk apropója pedig, hogy ebben az esztendőben, illetve hát a 2020-as évben is átadták a Kóta díjakat. Gratulálok ehhez az elismeréshez, sok más egyéb elismerés köszönöm mellett. Én azt gondolom, hogy ez mindig egy lépcső, a Kóta díj nagyon fontos számunkra, hiszen tulajdonképpen lefedi a magyar zeneművészet valamennyi szegmensét, abban az értelemben legalábbis, hogy ugyanúgy benne van a klasszikus zene, a népzene, benne vannak a zenetörténészek, kritikusok, mindenki, aki nagyon sokat tett azért, hogy a műfajok tengerében eligazodjunk mi köznapi emberek. Nos, hát egy életút beszélgetést kell, bár ezt már mi megtettük, csak idézzük fel egy kicsit, hogy honnét van az indulás, az indítatás, mert az indítatásnál nincs fontosabb. Annál is inkább, hiszen te még az akkori állami zeneiskolában kezdted el a pályafutásodat, ami egy meghatározó pillanat mindenki életében. Így van. A 70-es évek végén járunk, így van, és a Székesfehérvári állami zeneiskolában a Tatár Dezsőné Judit néni növendékek lettem hegedű szakon. Ugye talán akik ismernek engem már akár az előző interjúkból, vagy más összefüggésekben, azt is tudhatják, hogy édesanyám több mint 40 évig tanította Székesfehérvári zeneiskolában, szintén hegedűt, mondja Szabó Balázsné. Tehát, hogy így mondjam, testvéremmel együtt ott nőttünk föl a zeneiskolában. Én magam ugye Judit néninél voltam, de hát nagyon sok kedves tanáromat kellene és lehetne itt megemlítenem, Csekéné Bányai Erzsébet, Szabóné Horváth Katalin, akik szolfézsra tanítottak, Mohai Juditnál is tanultam, idősebb Major István, akihez sok éven keresztül jártam zenekarra, és hát kis szomorúsággal, de annál nagyobb szeretettel említem meg Bányai Zsuzsa nénit, aki zongorán is tápolta az első lépéseimet. Ugye őt a tavalyi évben hát búcsúztattuk el végleg. Úgyhogy nagyon komoly, nagyon jó tanári kara volt a zeneiskolának, és én úgy gondolom, hogy egy igen erős szakmai háttérrel mehettem a Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskolába. Miért Veszprémet választottad? Igen, ennek két oka volt. Az egyik, hogy Fehérváron akkor még nem volt zeneművészeti szakközépiskola, és ugye Veszprém volt a legközelebb hozzánk. Én Budapestre nem szívesen mentem volna. Szerettem volna inkább egy kisebb városban maradni, de a legfontosabb ok az volt, hogy édesanyámnak egy növendéke akkor már ott tanult Veszprémben, és hozta a híreket, hogy hát milyen az az iskola, és főleg, hogy milyen az a hegedű tanár, akihez én pályáztam. Ugye Kovács Péterről beszélünk, Bartók Pásztori díjas Mendelssohn kamarazenekar művészeti vezetője, jelenleg a Zeneakadémiának a tanára, Kovács Péter, és hát én őhozzá szerettem volna menni, és hála Istennek fel is vett, és a következő éveket azt az ő irányításával töltöttem el Veszprémbe. Ugyanakkor a veszprémi szakiskolába, hát akkor Lovasi László zeneművészeti szakközépiskolát hívták, mert ugye a Lovasi gimnáziumnak volt zenei tagozata, és mikor érettségiztem, akkor vált önálló intézményé. Nagyon erős tanári kar volt, és hát itt mindenképpen hadd említsem meg nagy szeretettel és tisztelettel másik meghatározó tanáromnak a nevét, Rostette Szilveszternek a nevét, akitől egy ilyen kísérleti jelleggel az összes egyéb zenei tárgyat tanultam. Tehát a zenetörténetet, szólfést, zeneelméletet, népzenét, és ő rendkívül nagy hatást gyakorolt az én további pályafutásomra, hiszen ugye ő vetette föl először azt a gondolatot, hogy érdemes lenne a zenetudománnyal, a zenetörténészi pályával megpróbálkoznom. Tehát ideje korán eldőlt a sorsod, úgyhogy nem is lehetett más utad, mint a zeneművészeti főiskola. Igen. Viszont akkor még nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy kitáruljon a világ előtted, mármint hogy zenetörténészként, zenekutatóként, zenekritikusként, ahhoz még nagyon sokat kellett tenned, hiszen ez volt az alap, amit a
középiskolában, illetve az általános iskolában megtanultál. De mit adott neked a zeneművészeti főiskola? Igen. Hiszen ez egy kulcs évek. Ezek pontosan így van, és mi most egyetemi oktatóként egyre inkább látom ennek a fontosságát azoknak az éveknek, amelyek a főiskolán zajlanak, illetve hát látom még jobban, és talán még nagyobb fontosságát azoknak az éveknek, amik a zeneművészeti szakközépiskolában zajlanak, hiszen tulajdonképpen 14 és 18 éves kora között szedi össze az ember azokat az impulzusokat, amelyekből aztán később egy életen keresztül építkezik. Nagyon fontosnak tartom egy zenész képzésében a szakközépiskola az egy döntő állomás. A főiskola is valóban. Na most én abba a különleges helyzetbe kerültem, hogy kétszer is jártam főiskolára, hiszen 89-től 93-ig Győrben tanultam, ahol Potof Csaba szeretett volt tanárom vezetésével hegedű kamaraművész és hegedű tanárdiplomát szereztem, és utána 93-tól 95-ig tanítottam itt az Állami Zeneiskolában, akkor még Állami Zeneiskola, majd Herman László Zeneiskola, ugye körülbelül ekkor itt a rendszerváltás környékén történt a névváltoztatás, és 95-től 2000-ig végeztem el a Zeneakadémián a zenetudományi tanszakot. Ugye említettem itt a veszprémi indítatást, Rostetter Szilveszternek ezt a ötletét, gondolatát, útmutatását, és ennek engedve 95-ben felvételiztem már, mint diplomás tanár. Na most a zenetudományin az a helyzet mind a mai napig, hogy ott nincs levelező oktatás, tehát az csak nappali tagozaton lehet elvégezni, úgyhogy én is 95-től 2000-ig újra fölvettem az iskolai kötelességeknek a jármát, és végig jártam a Zeneakadémiát. Nagyon nagy szerencsém volt, most megint utólag látom, bár mondjuk így ez nem szerencse, ez a gondviselés. Én még egy olyan tanárgenerációtól tanultam, az első nagy zenetudós generáción, akkor még élő tagjaitól, akik valami hihetetlen színvonalat képviseltek. Hát első helyen hadd említsem meg Kró tanár urat, Kró Györgyöt, aki ugye nem csak egy nagyszerű zenetörténész, hanem a 20. század második fejek legfontosabb zenekritikusa. Biztos, hogyha nem tanulok Kró tanár urnál, nem foglalkozom zenekritikával. De említhetném Dobszai Lászlót, aki egy elképesztően zseniális ember volt, és nagyon nagy példa. Szerencsére még él Sonfai tanár úr, Sonfai László, akinél a szakdolgozatomat és a doktori értekezésemet készítettem. Elég, ha csak azt mondom, hogy a világ legnagyobb élő Bartók kutatója, és Talján tanár úr, Talján Tibor, Komlós Katalin tanárnő, és hát lehetne még hosszasan sorolni. Egy nagyszerű tanári gárda volt, és most látom csak, hogy mi mindent kaptam én tőlük, amiből most 20 év után is még mindig töltekezni tudok, és még mindig új gondolatokat találok azokban a tanításokban, amiket tőlük hallhattam. Tehát az új évezred már muzikológusként és zeneirodalom tanárként köszöntött, és nem álltál meg, hiszen jött a doktori iskola. Miért érezted szükségességét? Bár ez furcsa és buta kérdés, hiszen az imént elmondtad, hogy micsoda fantasztikus tanárok, és az nyilvánvaló, hogy ambicionáltad, hogy ilyen értelemben is a nyomukba lépj. Igen, természetesen főleg a tudásvágy hajtott, illetve az, hogy szerettem volna a legmagasabb szintig eljutni a tanulmányokba, és ugye a doktoriskola az 3 év volt annak idején, és abban nagyon komoly szemináriumok és tanfolyamok voltak, arról nem is beszélve, hogy az alatt a 3 év alatt én úgy gondolom, hogy a világ szinte összes jelentős élő zenetudósát láthattam. Mert őket meghívták a Zeneakadémiára, és kitűnő vendégelőadók voltak, ami persze óriási kihívást jelentett, mert németül, angolul, mindenféle nyelveken kellett hallgatnunk az ő előadásaikat, és emlékszem például Brinkmann professzorra, akinél Schubert balladákból, az Erkönigből kellett 50 perces német nyelvű előadást tartani. Hát azt hittem, hogy meghalok, mire azt elkészítettem azt a szöveget. De nagyon, nagyon nagy élmény volt látni ezt a nemzetközi élvonalat. Most hozzáteszem, ők elég idős emberek voltak már akkor, tehát így a pályájuknak már a nagyon kiteljesedett korszakában, tehát 70-80 évesen
több évtizedes tapasztalatokkal, mindegyik egy-egy szakterületnek a speciális ismeretével. Nagyon sokat adott a doktoriskola is még. Már nem elsősorban információban, hanem kitekintésben. Tehát, hogy hogy működnek ezek a nagy zenetudósok, Richard Taraskin, vagy hát említhetném Kirk Andale professzort, aki a klasszika zenének volt nagy szakértője. Jó volt őket látni. És így ez egy inspirációt adott. Más oldalról 2002-től tanítottam a Győri Egyetemen, és ugye ott világos volt, hogy az egyetemi ranglétrán való előrejutáshoz szükséges a doktori cím, egyetemi. Tehát ez is, hogy így mondjam, sarkalt arra, hogy megszerezzem ezt. És miként választottál szakirányt, miként választottál zeneszerzőket, hiszen ez a későbbi időszakot is nyilván meghatározza. Tehát itt Bartókék, a Gárdonyi család, amelyek nagyon-nagyon fontosak, hiszen a könyveidből tudjuk, sőt, hát ugye a doktori disszertációd is Bartókról szól. A doktori disszertációnál ott meghatározó volt a Sonfej tanár úrnak a példája, akinél a Bartók szemináriumot hallgattam, és ugye ő vetette fel azt a gondolatot, hogy Bartók hegedű zenéjéről nem nagyon készültek még Magyarországon disszertációk, és hogy ezt a speciális helyzetet, hogy én hegedűs is vagyok, és hegedű irodalomban is jártas, és a hegedű technikában is jártas, hogy ezt kamatoztatva érdemes lenne ezzel a témával foglalkozni. Így jutottunk el a Bartók hegedű szonáták témához. A szakdolgozatom az a Bartók hegedű verseny volt, és ott Sonfej tanár úgy ítélte meg, hogy meg tudom ezt talán oldani. És így aztán a Bartók hegedű szonáták lett a disszertációnak a témája. Ami persze hát egy műcsoport a Bartók életművén belül, de ott ismerni kellett a Bartók levelezést, a Bartók analízisnek a különböző eredményeit, szóval ez egy nagyon komplex téma volt. Jó sokáig is húzódott, mert hát több mint 10 évig itt dolgoztam a disszertáción, mire meg tudtam védeni. A Gárdonyi család az a református egyházzene miatt jött be a képbe, hiszen én 94 óta... Igen, ez kapcsolódik már is a hitethez, illetve a református egyházközségben betöltött kántori szerepethez. Így van, 94 óta vagyok a budaörsi református templomnak a kántora. Nagy örömmel mondom, hogy 2021. január 1 óta budaörsi református egyházközség, hiszen ugye önállóvá vált a templomunk és a közösségünk. És így az ember egy nem is tudta elkerülni, hogy a református egyházzene két legjelentősebb alkotójával, Gárdonyi Zoltánnal és Gárdonyi Zsolttal kapcsolatba ne kerüljön. Most természetesen Gárdonyi Zoltán már meghalt 1986-ban, tehát vele személyesen nem tudtam már találkozni. Gárdonyi Zsolttal viszont igen, és hát nagy öröme az én szakmai pályafutásomnak, hogy 2000 óta tulajdonképpen, 2001 óta egész pontosan, nagyon jó személyes viszony is alakult ki közöttünk, amely mind a mai napig tart, és az idei év egyébként megint egy fontos fordulópontja ennek, hiszen 75 éves Gárdonyi Zsolt. Most mondanám, hogy milyen sok szép tervvel készültünk erre az évre, de hát nem mondom, mert ki tudja, hogy a pandémia mit enged, mit nem enged. Ettől függetlenül a publikációim között már van Gárdonyi publikáció az idén, és remélhetőleg még lesz is. Igen, hiszen Gárdonyi Zsolttal mi is találkozhattunk a Szent István Művelődési Házban, a zenebarátok a vendégetként itt volt. Igen. Viszont ha már szóba került a hegedű művészet, akkor a Muzika Belláról se feledkezhetünk meg, hiszen az is már tulajdonképpen az éve, idestova 21 éves. Így van. Itt megint egy szomorú mondattal kezdem, hogy aztán egy vidám mondattal fejezzem be. Ugye a tavalyi tanév végén lett volna a tervezett 20 éves születésnapi hangversenyünk, ami az ismert körülmények miatt elmaradt, és hát abban reménykedünk, hogy talán az idén ezt pótolni tudjuk. Most már én nem bízom benne, hogy májusban, de talán szeptemberben, ez most nem elsősorban mi döntésünkön múlik. Ez a szomorú része a dolognak. A vidám része a dolognak az, hogy egészen megható élmény tapasztalni, hogy novemberben ugye megint leállás történt, de csak a középiskolai korosztálynak. És engem nagyon megrendített, hogy a novemberi utolsó próbán a gimnazisták közül hát többen könnyezve köszöntek el a zenekartól, hogy ők most egy darabig nem jöhetnek, és az általános iskolás korosztályán megilletődötten nézte a nagyoknak ezt a szomorúságát.
Ugyanis az általános iskolás korosztállyal dolgozunk, hétről hétre próbálunk, ott vagyunk a zeneiskola nagytermébe, és én egészen meg vagyok rendülve attól, hogy nincs hiányzóm, és mindenki ott van, és hétről hétre, lelkesen és nagyon komolyan véve azt a feladatot, hogy most ők a zenekar, nekik kell átvinniük a zenekart a túlsó partra, hogy így mondjam, dolgoznak ezek a gyerekek, és fejlődnek, nagyon szépen muzsikálnak, úgyhogy ez most nagyon nagy öröm számomra, hogy keddenként bejárhatok, és zenetanárként funkcionálhatok. Igen, de erre büszke is lehetsz, hiszen ebben a vészterhes időszakban nyilvánvaló, hogy a személyiséged is hozzájárul ehhez, hogy szívesen járnak, és a zene szeretet az egyértelmű, de azt megint csak az alapokat tőled tanulták. Egy kicsit térjünk vissza a hithez. Tehát hittel élő ember lévén reformátusként ugye a kántori feladataidat ellátod, viszont 2016 óta egy nagyon komoly bizottság tagja vagy. Ez a Magyar Református Egyház generális konventje, liturgiai és himnológiai bizottság pontosan. Igen. Ez a bizottság tulajdonképpen az új református énekeskönyv összeállítására jött létre, mégpedig oly módon, hogy minden egyházkerület, nem csak a magyarországiak, hanem a határon túli egyházkerületek is két-két tagot delegáltak, egy lelkészt és egy muzsikust. Úgyhogy én itt tulajdonképpen a Dunán túli református egyházkerületet képviselem, Steinbach József püspök úr megbízásából és fölkérésére, Barta Zsolt rédei lelkipásztor barátommal. Ez a bizottság tulajdonképpen egy szerkesztő bizottság, amelyik az elmúlt 4 évben sokszoros ülésekkel és hát mondhatom így, hogy nagyon kemény munkával végül is összeállította az új református énekeskönyvet, amely, ha minden jól megy, akkor ebben az évben, tehát 2021-ben fog megjelenni. Ezzel ennek a bizottságnak, hogy így mondjam, a munkája elvileg véget ért, viszont folytatódik is abban az értelemben, hogy most pedig az énekeskönyvhöz szükséges kísérőletéteknek, tehát az orgona kíséretnek és egyáltalán az énekeskönyv bevezetésének, ismertétételének, forgalomba, gyakorlatba hozatalának a munkája következik el. Úgyhogy úgy gondolom, hogy lesz még feladatom bőven ebben a bizottságban. Nagyon nagy élmény volt itt, hiszen kitűnő emberekkel, nagyon tudós lelkipásztorokkal találkozhattam itt ebben a bizottságban, és ez a himnológiai munka, a dalamokkal, a szövegekkel való foglalkozás, ez eddig nekem nem volt annyira benne a szakmai pályafutásomban, úgyhogy egy érdekes, izgalmas, szép munka volt, és remélem, hogy egy áldott munka lesz abban az értelemben, hogy egy jó énekeskönyvet tudtunk összeállítani. Bizonyos vagyok benne, és egy újabb évforduló, hiszen a jövőre, tehát 2022-ben lesz 2 évtizede, hogy zenekritikusként szolgálod a klasszikus zene barátait a Megyei Labban. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos, mert hogy magam is tapasztalom, hogy olvasmányos, érthető, tehát nem kell ahhoz a zene mélységeit, a klasszikus zene mélységeit ismerni, hogy eligazodjunk, mert azért sok az útvesztő, valljuk meg, olvasok olyan zenekritikát, hogy a felét sem értem, pedig néha azért foglalkozom klasszikus zenével, és a kicsit más stílus. Ez alapvetés nálad, hogy közérthető módon, de mégiscsak hitelesen közvetítsd azt, amit látunk, hallunk? Igen. Igen, ezt még Krótanár úrnál tanultam, aki azt mondta, hogy nagyon sok újsághoz kerülhet egy zenekritikus. Persze mondta ezt a 90-es években, tehát nyilván akkor ő még az internetes felületekről nem ejthetett szót, de mindig hangsúlyozta, hogy a kritikusnak föl kell vennie annak az újságnak a stílusát, és annak az újságnak az olvasó közönségét kell figyelembe vennie, ahova éppen dolgozik. Én úgy gondolom, hogy ezt eredményesen sikerült kialakítani az elmúlt évtizedekben, tehát mi az, amit a fehérvári közönség szívesen olvas, mi az, amit a fehérvári közönség érdeklődéssel követ, és mi az a, hogy így mondjam, nehézségi fok, amit itt érdemes hát belőni. Én úgy gondolom például, hogy a kritikákba belecsempészett keretkezés történetek, tehát műismertetések, annaknak nagyon jó visszhangja volt. Ugye ez nem feltétlenül része egy kritikának, de én beletettem, és figyeltem a reakciókat, és miután úgy éreztem, hogy ez segíti a közönséget a művek megközelítésében, ezek benne is maradtak.
a Fejér megyei hírlapban megjelent kritikákban? Igen, hát a jövő év február 4-én lesz a 20 éves évforduló, az azt hiszem, hogy nagyon fontos, és 350 kritikád jelent meg. Fontos én számodra, nem számoltam hogy... utána, hogy most megleptél ezzel. Körülbelül. Kedvesen utána néztél. Fontos, Balázs, fontos az, hogy te magad is kedvelt azt a fajta muzsikát, amit látsz a kritikai írásnál? Nem. Vagy... Nem fontos. Ezt Króton Áron mindig hangsúlyozta, hogy abban a pillanatban, amikor én ott ülök egy koncerten, akkor én nekem tulajdonképpen egy nagy szakmai háttérrel bíró, de semleges hallgatónak kell lennem. Tehát a kritikust érzelmei nem befolyásolhatják. Se az előadó iránt, se a mű iránt, se a körülmények iránt. Tehát ott csak az a feladat, hogy a lezajlott eseményeket és a művet megítéljük, illetve az előadást megítéljük. Tehát ebben a szempontból ott mindig, abban a pillanatban mindig érdeklődéssel kell fordulni a tárgy felé, de ez független az én személyes viszonyaimtól. Ezt mindig nagyon hangsúlyozta. És úgy gondolom, hogy ez tényleg így is van. Te Bartók megmarad örökre. Persze, én minden zeneszerzőt nagyon szeret, nagyon kevés olyan zeneszerző van, akit nem érzek magamhoz közel, de amikor tanítom őket, vagy amikor egy kritikát kell írnom egy ilyen műről, akkor is maximálisan érdeklődéssel és koncentrációval követem, és néha még meg is szeretem közben. Volt már rá példa. Mivel részben győri vagy azért továbbra is, hiszen a filharmonikus zenekarhoz azért kötnek dolgok, viszont az Alba Regia szimfonikus zenekar kapcsán szeretném kérdezni, ugye szintet lépett a szimfonikus zenekar, ennek nagyon örülhetünk, hiszen önálló, remek háttér, tehát minden adott ahhoz, hogy valódi szimfonikus zenekart és valódi klasszikus zenét hallgathassunk. Mennyiben kapcsolódsz a zenekarhoz? Gondolok itt elsősorban arra, hogy azért olvashatunk nyilván olyan szövegeket, amelyekben a felkészülés részét, illetve az által előadott darabokról írsz. Igen. A Győrhöz igazából ugye köt 20 év lassan, 20 év tanítási gyakorlat, tehát 2002 óta vagyok az egyetemen, illetve hát ugye már előtte is ott voltam a főiskolán. A Győri Filharmonikus Zenekarnál folyamatosan dolgozom most már 10 éve, műsorfüzetekkel, konferanszokkal, rádióközvetítéseknek a vezetésével. Ez egyébként most se állt le a pandémia alatt, tehát többször is voltam. A Fehérvári Zenekarral kicsit lazább a kapcsolatom, bár ide is készítettem műsorfüzeteket, és például a Somorjai Bérlethez bukletet, illetve Harmonia Albenzishez néha, de itt inkább mint kritikus vagyok jelen, tehát mint a zenekar munkájának a követője és a természetesen szurkolója, hogy minél magasabb színvonalú hát produkciókkal örvendeztethessék meg a fehérvári közönséget. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valóban jó volt a tendencia, amit nagyon derékba tört most ez a pandémia, mert ugye most nem látjuk, hogy hova fog ez kifutni, tehát hogy tud visszarázódni az élet a normális kerékvágásba. Az online koncertek valamennyire ezt pótolják. Egyébként pont most egy érdekes esemény lesz, amire fölhívom a televízió nézők figyelmét is, és hát persze a televíziós stáb figyelmét is. Úgy tudom, igen, február 18-án a Budaörsi Református templomban rögzítik Bach János passióját. Ami nagyon szép, gondoltam, hogy már tudtok róla. Úgyhogy itt egy picit összeérnek az én működési területeim. Én nagyon remélem, hogy hamarosan vissza tudunk térni a normális kerékvágásba, és akkor újra fölvehetem a kritikaírás fonalát, mert tulajdonképpen közönség nélküli koncertről kritikát írni, hát az nem az igazi. Én azt gondolom, hogy a székesfehérvári klasszikus zenei élet most jó úton jár, remek kórusaink vannak, az Alba Regia szimfonikus zenekarról beszéltünk, hogy szintet léptek, remélhetőleg rövidesen megtörténik az igazgató kinevezése is, és akkor már szabadon dönthetnek a koronavírus járvány után. Viszont miben reménykedhetnek a székesfehérvári zenekedvelők, mármint az egyesület, azon túl, hogy majd megírod a történetüket? Hát a tervek most úgy arról szóltak az utóbbi időben,
ugye a koncertszervezésről, illetve előadásokról. Na most ezeket ugye kényszerűen el kellett engedni, de én úgy gondolom, hogy ezek a tervek azért nem évültek el, tehát a pandémia után nagyon remélem, hogy újra tudjuk indítani az előadássorozatot, amit ugye az elmúlt években már végeztünk. Most az Ars Musica Zenebarátok Egyesületéről beszélek, amelynek szervezésében már több alkalommal is tartottam előadást. Tavaly sajnos Beethoven lett volna soron, ugye 250. évforduló kapcsán terveztük novemberre, de hát ez ugye elmaradt. Nagyon remélem, hogy ezt fogjuk tudni folytatni, illetve kamarazenei hát koncertek szervezése is már tulajdonképpen a tárgyalások végső fázisában volt, amelyeket szintén el kellett engedni. Meglátjuk. Nehéz így tervezni, hogy az ember ugye a következő hetet se látja előre, nemhogy a következő fél évet. Én nagyon remélem, hogy a karácsony felé azért újra hát visszatudunk térni a normális kerékvágásban. Zárjuk keretbe a történetet. Kóta díj. Ugye számtalan elismerést kaptál már. Miként fogadtad ezt az elismerést? Nagy meglepetéssel. A történet röviden annyi, hogy egy Győrben dolgozó, nagyon kedves kollégám elkérte a publikációs listámat a tavalyi év vége felé. Nem mondta meg, hogy miért. És decemberben egyszer csak érkezett a hír, hogy a Kóta zeneírói díjban részesített. Itt összeállt a kép, hogy ugye kollégám a Kóta elnökségének tagja, tehát valahol itt a szálak így fonódtak össze. Nagyon örültem ennek, mert zenetörténészi munkámat tulajdonképpen ez az első komoly elismerés, amivel illetik. Ugye pedagógusként már kaptam a Székesfehérvári Zenei Nevelésért díjat, aminek nagyon örültem, és a Kóta díj is egy ilyen, hát nem várt, de nagyon, nagyon kedves meglepetés. De igazából a legnagyobb örömet az jelentett, az a rengeteg kommentár jelentette. Tehát ahogy a hallgatók, a volt hallgatóim, volt tanítványaim, csörgött a telefon, levelek érkeztek, SMS-ek érkeztek, láttam, hogy az interneten mennyien osztották meg, nagyon szép kommentárokkal. Én úgy gondolom, hogy számomra ez volt igazából a kitüntetés. Tehát, hogy sok-sok év távlatából valaki egy kedves mondattal, vagy telefonhívással visszaemlékezett az együtt töltött időkre. Természetesen a Kóta díj átadása még várat magára, hiszen ez most csak virtuálisan történt meg, tehát az emlékplakettnek, illetve a ünnepségnek a megszervezése az nyilván majd valamikor lezajlik, és megtörténik ez az aktus. Nagyon, nagyon örültem, főleg azért, hogy két Fehérvár is bekerült ugye a díjazottak közé. A zeneíró, zeneszerző kategóriában most egyedül lettem díjazott, ez nyilván sajnos arra is utal, hogy nem nagyon tudott mozogni ugye ez a terület, de tulajdonképpen egy jó lendületet ad a következő éveknek a munkájához. Nos, akkor ehhez kívánok erőt, egészséget. Köszönöm szépen. Mi ott leszünk természetesen a koncerttermekben, ezt ígérhetem. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.